Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőbányák üregében találjuk azokat a látnivalókat, amelyeket együtt megnézhetünk, együtt körbejárhatunk. Kedves vendég, jó reggelt! Hunyad megyei Máda faluban levő kis panziónkban ideje lenne reggelizni, kávézni, mert hamarosan útnak indulhatunk. Igen, ideje indulnunk. Terepjárónk kész, átmegyünk a patakon, és indulunk útunkon. Hova? Hát például a gyönyörű vízesésekhez, amelyek a Csibi oldalon vannak. Kisebb, nagyobb, a patakon levő gyönyörű szép vízeséseket gyalogosan közelíthetjük meg, a terepjáróval valahol a közelben parkolunk. Innen felmegyünk a tetőre, a hegy tetőre természetesen. Mint mondtam, közeli helyeken, dombokon, hegyeken járunk. Innen a Setres és a Mádai szoros környékéről nézünk körbe. Tovább megyünk innen. Terepjárónk úttalan utakon, sártengereken, vizeken, erdőkön, mezőkön keresztül visz tovább. Megállhatunk bármikor egy korty finom forrásvizet is inni. De utána megyünk tovább. A hegytetőn, a csendben csak néha-néha a szél hangzik. Meg egy-egy kis rágcsáló, egy-egy madár, néha-néha még gőzet is láthatunk innen. Innen fentről, erről a gyönyörű platóról láthatjuk a Mádai szorost a bal oldalon, és a jobb oldalon erdőfalvi szorost is megnézhetjük. Tovább megyünk. A régi úton itt-ott egy-egy sírhelyet találunk. Itt-ott még van egy-egy régi ház nyoma. Megállunk néha egy-egy fotóra, vagy pedig egyszerűen csak a csendet élvezni. Tovább megyünk. Erdőfalva. A mai Ardeu. A Várhegy. A Várhegy, melyet sajnos egy régebbi kőbánya kihasználói eléggé tönkretettek, majdnem a felét a várromnak teljesen eltüntették, de így is gyönyörű szép hely,
gyönyörű a kilátás, és még láthatóak a romok itt-ott a Várhegyen. Szemben velünk pedig az erdőfalvi szorost látjuk. Felmegyünk a Setres alá. A Setres az az egyik legmagasabb hegypont itt a környéken, Máda mellett. Alatta pedig ez a gyönyörű kis plató látható. Itt megállhatunk uzsonnázni, vagy esetleg egyet labdázni, szaladgálni, bujócskázni, bármit csinálni. Tovább megyünk. És elérünk a Mádai szoros másik oldalára, a falu felől, ahol felmehetünk a barlangba, a várbarlangba. Ez egy régi, befalazott barlang, amelynek bejáratát, mint mondtam, egy fallal álcázták, ide bújtak el, ide rejtették el családtagjaikat, jószágaikat és vagyonaikat, a régi lakósok, amikor valamilyen veszély fenyegetett. Átmegyünk a patakon, és pont a parkolónkhoz érünk, ideje ebédelni. Épp most vesszük ki a kemencéből a finom házi kenyeret, készítjük gyorsan a friss gyümölcsből, melyet természetesen kertünkből szedtünk, a salátát és a hozzávalókat. Kivesszük a pityókát, kivesszük a finom húst is, a sült húst is. Utána pedig, ha akarjuk, akkor van mellé egy kis csípős paprika, sárga vagy piros hagyma. Természetesen elnyomtatva a finom édességgel. Mi ez? Hát bizony erdei gyümölcstorta. Utána pihenhet a kedves utazó. Mint látható a képeken is, minden egyes vendégszoba, minden egyes faházikó saját fürdőszobával hideg-meleg vízzel rendelkezik. Nyugodtan lehet benne pihenni. Miután egyet aludtak, vagy pihentek a kedves vendégek, lassan gyümölcsösünkből lefáradhatnak, mivel a terepjárók már készen állnak, és várjuk az utazókat. Ezúttal a Mádai szoros másik oldalára indulunk, úttalan utakon, erdőkön, elfelejtett ösvényeken megyünk át terepjáróinkkal. Régi házikókat találunk itt. Láthatjuk szomszédaink lovait, állatait, amint nyugodtan legelnek az erdőben. Senki nem zavarja őket. A régi úton, melyet a víz elmosott, megyünk tovább. A régi bekötő úton, amely Balsa, Erdőfalva és Máda falukat kötötte össze valamikor. Látjuk a vadászleseket, látjuk a vadászok lakát, a cölöpházikót, cölöpre épült kis faházikót is a hegytetőn. Miután hegyen, völgyön, vizeken, patakokon, mindenféle árkon, bokron keresztül mentünk terepjáróinkkal, elérünk egy másik világba is. Déva vára. Vajdahunyad kastélya, ahol évszázados bástyákat és járatokat fedezhet fel a kedves utazó. Természetesen idegenvezetéssel, több nyelven. Tovább vezet utunk
a szászvárosi hegyekbe, ahol számtalan gyönyörű várrom és más látnivaló várja a kedves utazót. De nem állunk meg itt. Elszaladunk Szászvárosba, ahol íme a város központjában egy gyönyörű szép várat találunk. A vár udvarán két templom. Az egyik a régi volt római katolikus templom, manapság egy református templomként van jelen a jobb oldalon, a bal oldalon pedig ennek testvére az evangélikus. A régi templom, amely most a református egyház adminisztrálásában van, valamikor római katolikus, gyönyörű szép, jóval nagyobb, magasabb, tágasabb építmény volt, amelyet sajnos leromboltak egy párszor, újra kellett építsenek, és manapság a most látható formában találjuk meg a váron belül. Szászvárosban még más templomok is találhatóak. Íme a ferencesek kis kolostora, amelyet várfal övez és véd, bent pedig egy gyönyörű szép kis templomocskát találhatunk, amint a képen is látható. És ha már a templomokról tárgyalunk, akkor a Maros mentén végig menve Déva felől, akár egész Gyulafehérvárig, régi templomokat, őseink lakóhelyeit láthatjuk és járhatjuk be. Gyönyörű szép vidéken. Ezen az úton további látnivalókat is elérünk. Nem csak a restaurált, vagy éppen romban levő régi templomokat, hanem elérhetünk a Piski, ma Szimériának hívott helységben, a Béla faj féle arborétumban. Ez az arborétum Európa egyik, tulajdonképpen harmadik legnagyobb arborétuma. Régi sétányokkal, nagyon-nagyon-nagyon sok gyönyörű szép növényel, amelyet Faj Béla hozott a világ különböző tájairól. Itt sétálhatunk, és szívhatjuk a friss levegőt, amíg szünetelünk. Útunk, mint mondtam, Gyulafehérvárra is elvezet. Ezt a várat és épületeit gyönyörű szépen rendbe rakták, felújították, kórhű öltözettel várják az embereket. Ne akasszanak fel, hogyha valamit kifelejtettem, mert nagyon-nagyon sok munkánk van, nagyon sok bemutatni való van, sok látni való van, és még haza is kell vinni a kedves utazót hozzánk, ahol még a vacsora is vár. Mert ugye elmúlt az idő, lassan esteledik. Mire hazaérünk, már sötét van. De a vacsora az már készen áll, és vár a régi lámpások fényénél. Míg a vacsora zajlik, addig fönt a gyümölcsösben, a faházikók között meggyújtottuk a tüzet. Ide várjuk a kedves vendéget, hogy elbeszélgessünk arról, amit láttunk, és amit még láthatunk. Mielőtt elalszunk, persze érdemes meggondolni, hogy holnap hova visz utunk. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, és holnap egy új nap és új út vár ránk.